Önök az erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Jó estét kívánok! Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Pál apostol Timóteushoz írt első levelében olvasható vers volt az idei egyházkerületi nőszövetségi konferencia vezérigéje. A berekfürdői alkalmon többek között a népszámlálás eredményéről és annak tanulságairól is beszélgettek, melyek kettős érzéseket keltenek a magyarországi keresztényekben. Erről is fogunk beszélgetni a következő percekben. Köszöntöm a stúdióban dr. Gábor Tonné, dr. Ceglédi Máriát, a Tiszántúli Református Egyházkerület nőszövetségi elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket! Kezdjük akkor egy kis visszatekintéssel erre a bizonyos konferenciára. Ugye ez egy rendszeresen megrendezésre kerülő alkalom, ez most az októberi, illetve novemberi esemény is egy volt az események sorában, a konferenciák sorában. A témát már részben érintettem, említettem, de nagyjából milyen gondolatok köré épült fel ez a néhány napos konferencia? Ez a megszokott őszi konferenciánk, és mindig több témánk van. Ez volt az egyik vezérige, a másik pedig a Kárpát-medencei imanapnak volt az igéje, tehát a vezérigéje, az pedig úgy hangzik, hogy a értékeket becsüljük meg a kapott értékeinket. És hát nagyon sok téma volt ezen kívül is. Tehát mindig igyekszünk egy nagyon színes, több napos ez, ugye csütörtöktől vasárnapig tart, úgyhogy nagyon sok téma fölvetődik. Itt is, amint már hallottuk, volt szó a püspök úr áhítatában a vezérigéről, illetve később pedig a népszámlálásnak az eredményeiről, és itt rögtön felvetődött, hogy a nőszövetségnek is van itt feladata az eredményeket látva, hogy ugye el kell érnünk a gyülekezetekben, különösen a fiatal generációt, tehát 15 és olyan 35 év közötti generációt, és ebben a nőszövetségnek is sok feladata lehet. És nagyon aktív is a nőszövetség egyébként ebben, itt a Tiszántúlon különösen hogyan lehet elérni, akkor ezek szerint különösen a fiatal generációt, a hölgyeket? A nőszövetségek a gyülekezetekben működnek, és ez a legfontosabb, a gyülekezeti nőszövetség, mert ugye van egyházmegyei, van kerületi és országos, de a legfontosabb munka az a gyülekezeti nőszövetségekben folyik. És itt a helyi nőszövetségek igenis a gyülekezeti tagokat el tudják érni. Ez is az egyik legfontosabb feladatunk, hogy már a megkeresztelt gyerekektől kezdve a iskolásokon, a konfirmandusokon keresztül az ifjúságot is el tudjuk érni. És aztán a fiatal felnőtteket. Mennyiben, nyilván azért nőknek, fiatalabb nőket a legkönnyebb talán elérni, én azt gondolom. És ilyen szempontból egy nőszövetségnek különösen fontos szerepe lehet. De konkrétan milyen lépésekkel lehet ezt megtenni? A gyülekezetekben persze ahány gyülekezet, annyiféle lehetőség és annyiféle nehézség is, de nagyjából itt a konferencián mik kerültek előtérbe, mik azok az általános tapasztalatok, amikkel tényleg lehet a fiatal hölgyeket segíteni? Hát valóban nagyon-nagyon sok... Ez nagyon színes a nőszövetségnek a feladatköre, és amit tesz a nőszövetség a gyülekezetekben. Nagyon érdekes, mikor úgy halljuk a beszámolókat, hogy mi mindent tesznek a gyülekezetek. Most van egy nagyon érdekes vállalásunk, egy új kezdeményezés, amiről szintén a konferencia második napján szó volt, hogy a gyülekezetekben elrejtve nagyon sok értékes kincs van. Ezek a 16.-17. századból származó úri hímzéses, úrasztali és keresztelői terítők. És ezek már nagyon rossz állapotban vannak, általában nincsenek is megfelelőképpen tárolva, vagy használják őket, és ezek már nagyon... tehát tönkre fognak végleg menni, és hogy a enyészettől megmentsük, ez most egy új vállalásunk, hogy megtanuljuk ezeknek a kézi munkáknak a készítését, és ugyanezeket lemásoljuk, és ezeket lehet használni majd a gyülekezetekben, az eredetieket pedig el lehet tenni, vagy a múzeumban lehet helyezni, és így megérőzik a jövő számára is. Na ez volt a
második nap délutánján, amikor meghívtuk Pészalai Emőke muzeológust és néprajzkutatót, és ő tartott előadást ezekről a terítőkről, és utána pedig Tarsoly Andorné, a nagyon neves népiparművész, aki a hímzésben egy országos hírű, ő tartott bemutatót, és utána az egész konferencia résztvevői, körülbelül vagy százan, mindenki tudott hímezni. Tehát megvoltak előre a könyvjelzők és biblia, vagy énekes könyvborítók, és ezeken gyakorolhattuk a hímzést. Ez egy óriási munka. Ez most egy teljesen új dolog, amit kezdeményezett a Tiszántúli Református Nőszövetség. Nagyon nagy feladat is. Nagy feladat, nagyon lelkesek voltak a fiatalok is. El kell, hogy mondjam, hogy nagy örömünk van, mert több nőszövetség is alakult az idén, körülbelül 5, és ami még nagyon nagy öröm számunkra, hogy a Hittudományi Egyetemen a női hallgatók, tehát a teológák is megalakították az ő nőszövetségüket, és ott is voltak képviselőik most ezen a konferencián, és ők is lelkesen hímeztek. Na most ez nagyon különleges, itt a Kárpát-medencében erre nincsen példa, hogy ilyen ifjúsági tagozata van a nőszövetségnek, ezért majd kell egy alapszabályt is módosítanunk. Kellemes gondok. Igen, mert erre eddig nem volt. De hát öröm volt szétnézni ott, ahogy mindenki hímezett, és hogy ez el fog terjedni reménységünk szerint, és ez tényleg egy ilyen értékmegőrző akció lesz a részünkről. Akkor ennek lelki és fizikális következménye is voltak ennek és a konferenciának. És ez egy nagyon olyan frissességet hozott a konferencia életébe is, hogy ez a gyakorlati képzés. Nagyon erős a Tiszántúli egyházkerületben a nőszövetség. Tud-e hatással lenni akár az ország másik három egyházkerületére, akár határon túli egyházkerületi nőszövetségekre? Milyen a kapcsolat ezek? Hál' Istennek tényleg nagyon szépen dolgozik a Tiszántúli Nőszövetség. Igen, nagyon sok kapcsolatunk van, hát járunk az egymás rendezvényeire, ők is jönnek a mi konferenciáinkra, a kisebb rendezvényekre, például most is a határ mentén, tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nőszövetségek át tudtak menni Kárpátaljára, több ilyen rendezvényre, ők is jönnek a mi rendezvényeinkre. És ez nekünk egy tervünk és egy vállalásunk, hogy összes Kárpát-medencei nőszövetséggel tartjuk a kapcsolatot. Erdélyben most nyílt meg egy nőszövetség kezelésében lévő Betlenkastély Bonyhán, ez Marosvásárhely mellett van, ott voltunk nem régen a megnyitón, és ezt a ottani Erdélyi Nőszövetség kezelésébe adták át, és gondolom, hogy ott is nagyon sok szép ilyen rendezvény lesz, amin majd részt vesznek a többi kerület nőszövetségei. Hát akkor gyakorlatilag egy nagyon intenzív és kézzelfogható következményei is vannak ezeknek a találkozóknak, illetve magának a nőszövetségnek, viszont nyilván azért alapvetően mégiscsak a lelki oldal az, ami igazán meg tud erősödni ilyenkor. Ilyen szempontból például erre a konferenciára, de kiterjeszthetjük nyugodtan a korábbiakra is, egy-egy ilyen 4 napos konferencia mennyire megerősítő azoknak, akik ott vannak, hiszen azért 100 nő együtt gondolkodik a Bibliáról, a bibliai igazságokról, ez azért gondolom egyfajta erős lelki erősítő hatású is. Hogyne, hát tavasszal mindig bibliaiskolánk van. A bibliaiskolára mindig szívesen jönnek segíteni a Hittudományi Egyetem professzorai, meg a tudós lelkipásztorok. Tehát nagyon magas színvonalú ez. Tehát az is egy nagyon jó dolog, mert ugye generációk nőttek föl anélkül, hogy bibliai ismereteket tanultak volna, vagy hallottak volna róla, és ez nagyon szükséges. Egyrészt a hitbeli megerősítés miatt, másrészt pedig, hogy a tévtanítások ellen is véd ez a dolog. A őszi konferencia az pedig mindig egy ilyen vegyes tematikájú, de nagyon mindig áhítatok vannak reggel, este,
ami szintén nagyon lelki felüdülést jelent. Azután mindig úrvacsorás istentisztelettel ér véget vasárnap, egy úgynevezett morzsa szedegetéssel ér véget, amikor kiértékeljük a konferenciát, és mindenki úgy összegzi és haza tudja vinni azt, amit hallott, és amit visz esetleg haza az ő nőszövetségének. Az idei év, kicsit távolabbról indítok, az idei év a lelkipásztorok éve, a lelkipásztori Igen. hivatás éve, és a Nőszövetség egész évben szívén viseli ezt a témát, és minden hónapban különböző ima témákat is segít összeszedni, és ezeket terjeszteni. Miért fontos a Nőszövetség számára a lelkipásztori hivatás, és hát ugye a református egyházban a női lelkipásztorok szerepe különösen, mondhatjuk, hogy fontosnak nevezhető. Miért tartották fontosnak ezt a témát felkapni? Igen, ezt a júniusi nagy konferenciánkon hirdettük meg ezt az imaláncot egész Kárpát-medencére vonatkozóan. Hát ez nagyon fontos, hogy a gyülekezetekért is imádkozunk, és meg a gyülekezeti lelkipásztornak a lelki egészségéért, a lelki erejéért. Ez nagyon fontos, és az a tapasztalat, hogy például abban a gyülekezetben, ahol a lelkipásztor támogatja a nőszövetséget, ott az nagyon jól erősen megerősödik. És ellenkező esetben nyilván negatív hatása van. És ez azért is nagyon fontos, mert szintén a gyakorlat azt mutatja, hogy a nőszövetség a gyülekezet építésben nagyon fontos szerepet játszik, és a gyülekezeti presbitériummal és a gyülekezet lelkészével szorosan együtt kell működnie. Tehát ez a hármas egység nagyon fontos. Azt hiszem, hogy ez végszónak is tanulságos, és nagyon jó is. Én őszintén örülök, hogy tudtunk kicsit beszélgetni, bemutatni a nőszövetség munkáját, és az Isten áldását kívánom a továbbiakra nézve. Köszönjük szépen! Sikeresen működött a felzárkóztató iskola a Dorkász Szolgálat Alapítvány befogadó központjában. Szeptemberben az Ukrajnából ideérkezett gyerekek 51%-a integrálódni tudott a többségi oktatásba. Ők most két debreceni általános iskolában tanulnak, ahová hamar sikerült beilleszkedniük. Van olyan kárpátaljai diák, aki a tehetséggondozó programba is bekerült. A Dorkász Szolgálat Alapítvány mindössze 3 héttel az orosz-ukrán háború kitörése után megnyitotta a befogadó központjának kapuit a menekültek előtt. Nem csak szállást és ételt adtak nekik, de a gyerekeknek óvodát és iskolát is biztosítottak. Számunkra az volt a legfontosabb, hogy a lehető legnehezebb sorból érkező családok jöjjenek hozzánk, mert hogy ez a mi missziónk, ez a mi küldetésünk, hogy a legnehezebb sorban élő szegény családokon segítsünk, és az ő életüket változtassuk meg. De ugye, ahogy idejöttek a családok rengeteg gyerekkel, azzal a problémával álltunk szembe, hogy ugye egyrészt a háborúnak köszönhetően, másrészt pedig a koronavírus járványnak köszönhetően Ukrajnában sem tudták minden nap látogatni az iskolát a gyerekek. Így a gyerekek több éves lemaradásban voltak, ráadásul különbség van az ukrán és a magyar iskolarendszer között, ami azt eredményezte, hogy nem mehettek azonnal debreceni intézményekbe. Ezért döntöttek úgy a Dorkász központban, hogy a tanköteles korúaknak felzárkóztató iskolát alapítanak az UNICEF-fel együttműködve. A számukra kialakított osztályokban zajló munka eredményes volt. Amire nagyon büszkék vagyunk az, hogy egy tanévnyi munka után szeptemberben az általunk, vagyis a mi iskolánkban járó, menekült iskolánkban járó gyerekeknek az 51%-át most szeptemberben el tudtuk küldeni debreceni általános iskolákba. Ebben a tanévben két debreceni iskolában tanulhatnak az osztályozó vizsgán jól szereplő gyerekek, közülük 18-an a Karácsony Sándor általános iskolában folytathatták tanulmányaikat szeptembertől. Nagyon jó volt a kommunikáció és az együttműködés a nálunk tanító pedagógusokkal, folyamatosan információcsere, küldték a tananyagokat, és a vizsgák előtt is kijöttek ide megnézni, hogy felkészültek-e a gyerekek a sikeres vizsgához. A Karácsony Sándor általános iskolában mindössze 2-3 hétig tartott, amíg a gyerekeknek sikerült beilleszkedni, már vegyesen ülnek a padban az ottani diákokkal. Az intézmény igazgatója azt mondta, a folyamatos kommunikáció a két intézmény között sikeres, a felmerülő problémákat azonnal tudják kezelni.
a készség és képességfejlesztés nagyon fontos az iskolánkban, úgyhogy a szakmai felkészültség az adott volt a pedagógusok részéről, viszont az UNICEF által támogatott sulinyugi program és az Attiláékkal közösen működő mobil csapat biztosította azokat a tréningeket, amik ezt az inklúziót segítették, hogy a gyermekek sikeresen be tudjanak integrálódni az osztályokba. Ez olyan jól sikerült, hogy a tehetséggondozásba is be tudták vonni őket. Van olyan kárpátaljai harmadikos diák, aki már indult vers és prózamondó versenyen is. Négy debreceni keresztény zenekar adott dicsőítő koncertet múlt héten az egyetemi templomban. A rendezvényen saját szerzemények és ismert dallamok is felcsendültek, a közös muzsikálást igei üzenetek is fűszerezték. Hangszerekkel és közös énekléssel dicsőítették az urat múlt hét végén. Elsőként a Neonhal zenekar adott ízelítőt. Ők főként saját dalszerzeményekkel készültek a gyülekezet számára. Én azt szoktam mondani, hogy hiszek az isteni szikrában, és valóban hiszek benne. Úgyhogy nekem ami legfontosabb, az mindig az ihlet, a hirtelen gondolat, ami tényleg így jön. Én azt szoktam mondani, hogy nem én írom a dalainkat, a dalaimat, hanem kapom ezeket a dalokat, és valóban egyfajta ráhangolódás folyamat, mikor az ember dalt ír. Az őrálló dicsőítő zenekar formációja már 7 éve önti dalba hitét. Ők elsősorban utazós missziós zenekarként tartják magukat számon. Sok helyen azt látjuk, hogy kevés ilyen dicsőítő zenekar van, és az ottani gyülekezetek, ha kevesen is vannak, kevesen is fognak bennünket, de annál nagyobb szeretettel és örömmel énekelnek velünk, és jó velük néha ugyanazokat a dalokat, amiket már 30-ra, 41-re is eljátszunk, de jó velük énekelni, mert megénekeltetjük őket. Mi tele vagyunk érzelmekkel. Mi, hogyha éppen szomorúak vagyunk, akkor merünk sírni, hogyha éppen örülünk, akkor merünk akár ugrálni és nevetve tapsolni. Úgyhogy, és ez az impulzus egyébként a zenénkben is remélhetőleg azért fellelhető. Azt gondolom, hogy aki egyszer átérte azt, hogy meg van váltva, az nem tud egy helyben ülni a helyén, hanem minden erejével és lelkesedésével magasztalni akarja az urat. Amíg a debreceni keresztény zenekarok átálltak, Péter Szarka László Találkozások címen adott át igei üzeneteket a közösség számára. Tudod, hogy mit akarsz? Nem úgy általában az életben, holnap, a következő héten, az a munkahelyeden, vagy sorolhatnám, hanem úgy konkrétan Jézustól, Isten egyszülöttjétől. Mit akarsz tőle? Egyedül Jézus képes megadni azt, amire csak szükséged van. A Zengek neked dicsőítő estet az egyetemi templomban rendezték meg. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. A 62. Zsoltár mai üzenetét Tóth Dorottya Tünde, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkésze tolmácsolja. Áldást, békességet! Szeretettel köszöntöm Önöket. Arra hívom most a kedves nézőket, hogy Isten igéje által csendesedjenek el most egy kicsit, és éppen ott, ahol vannak, figyeljenek Istenre és az ő szavára. Így olvasom a Zsoltárok könyvének a 62. részéből a 2. és a 3. verset. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Kedves testvérem, mi az, ami éppen most ott van a lelkedben, problémaként, nehézségként, kihívásként? Érzed azt, hogy Isten melletted van az ő ereje és jelenléte az érezhető számodra? Vannak olyan élethelyzetek, amikben ez nem egyértelműen megtapasztalható. Arra hívlak most, hogy Istennek a szeretete az enged, hogy átjárjon.
A zsoltáros megnyugvást talált Istenben. Azt mondja, hogy csak nála csendesült el az ő lelke. Mennyire zavaró számodra a csend? Egyáltalán tudsz csendben időt tölteni? Vagy akkor, amikor szeretnél elcsendesedni, akkor csak jönnek a gondolatok, az aggodalmak, talán a félelmek is. Akkor, amikor Istennel vagyunk csendben, néha lehet úgy tűnik, hogy nem érkezik rögtön válasz. Azonban Istennek a jelenléte az állandó és folyamatos, és már ez is bizonyosságot adhat, hogy jönni fog a segítség, készül. Ezt mondja a zsoltáros, hogy ő kőszikla, akinek a segítsége az átélhető és megtapasztalható, aki szilárd. És lehetne ezen a mai napon ez az egyik bizonyosságod, hogy Isten erős kőszikla, szilárd, és így szeretne melléd állni. Mi az, amivel most küzdesz? Jézus Krisztus által Isten közel jött hozzánk, és azt ígérte nekünk, hogy velünk lesz minden egyes napon a világnak a végezetéig. Ez a nap, és éppen ez a perc egy lehetőség arra, hogy megérezd Istennek a közelségét, és azt az ígéretet, amit minden egyes embernek adott, az a tied. Próbálj meg most elcsendesedni, és arra figyelni, hogy érkezik a segítség. Lehet, hogy ez egy emberen keresztül jön. Lehet, hogy ez éppen egy Isten tiszteleten keresztül, egy gyülekezeti közösségen keresztül, de Isten vár és hív téged. Erős várom, ezt mondja a zsoltáros, erő. Akkor, amikor gondokkal és nehézségekkel szembesülünk, talán az erő az, amit legkevésbé megtapasztalunk. De Istennél erő van, és nála van a szabadulás. Arra kérlek most, hogy együtt csendesedjünk el, és imádkozzunk. Kérjük azt a megnyugvást és bizonyosságot, amit a zsoltáros átélt és megtapasztalt, és ezt Isten neked is szeretné átadni, itt és most. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy az Úr Jézus által biztosítasz minket affelől, hogy Te velünk vagy. Te fogod a kezünket, és minden zakatoló gondolat, minden aggodalom és félelem nálad elcsendesülhet. Kérjük, hogy légy velünk, és érezzük meg, hogy Te lecsendesítesz minden vihart, Te elgördíted az akadályokat. Köszönjük neked, hogy ebben már most is egy lépést megtehetünk általad. Köszönjük, hogy nálad elcsendesülhet a lelkünk, és az Úr Jézus által közel jössz hozzánk a te megoldásoddal. Nehéz elfogadni néha azt, hogy a te utaid nem a mi utaink, nem a mi terveink szerint alakul minden, de köszönjük, hogy te vagy a nagy tervező, akinél az életünk biztonságban van. Így kérjük a te áldásodat, a te vezetésedet, és köszönjük, hogy a Szentlélek által ezt meg is tapasztalhatjuk. Így kérünk, Úr Jézus, hogy vezess minket a te oltalmadban, és köszönjük neked, hogy nálad békesség van. Amen. Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látták. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!